A napokban borús volt az ég, ami nem kedvezett a csillagászoknak. Mára viszont kisütött a nap, így az időjárási feltételek is ideálisak a bolygók megfigyeléséhez. Szerbia minden részéről érkeztek résztvevők, és számunkra külön megtiszteltetés, hogy sok külföldi vendégünk is van. Szlovéniából, Szlovákiából, Macedóniából, Horvátországból és Romániából is érkeztek. Sok fiatal azt gondolja, hogy a fizika túl nehéz, és nem jönnek a fizikára. De viszont mindig van itt 5-10 gyerek, akit ezt érdekli, és akkor ide. A résztvevők között a legtöbb az egyetemi hallgató, viszont a tábor minden korosztály előtt nyitott, így a csillagászat iránt még csak érdeklődő gyermekek, meg tapasztaltabb idősebbek is vannak. Részt vettem egy csillagászati tanfolyamon, és úgy döntöttem, eljövök a táborba. Nagyon jól érzem magam, noha az idő nem nagyon kedvezett a csillagnézéshez, de más programok is vannak. 2007 óta minden évben eljövünk ebbe a táborba. Nagyon tetszik itt. Szlovéniában nincsenek ilyen jellegű nagy táborok. A csillagnézés mellett a táborlakók számára fizikai és csillagászati előadásokat és szabadtéri aktivitásokat is szerveznek.